Szeretem, és amikor van alkalmam, szoktam hallgatni. Akár rádióba is, vagy koncertekre el szoktam menni. Viszont ez most, ha itt van helyben, vétek lett volna kihagyni. Így jellemezte a közönség az idei Újvidéki Jazz Fesztivált. A rendezvény 3 napja alatt a műfaj rajongói a fiatal tehetségek mellett világklasszis művészeket is hallhattak. A svéd Lasse Lindgren vezényelte olasz-szlovén-horvát zenekar hangulatos koncerttel ajándékozta meg a közönséget. Izvrsno je na Novosadskom jazz festivalu s obzirom da smo već bili ranije. Bio sam kao član HGM Jazz Orkestra Zagreb prije nekih 6-7 godina i evo, lijepo nam je opet se vratiti. A szakma is elismerően szólt a fesztiválról. Vojislav Pantić jazzkritikusnak egy magyar fellépő produkciója nyerte el leginkább a tetszését. Prve večeri sam doživao upravo ono što doživljam svake godine na Novosadskom festivalu. Dakle, jedno veliko iznenađenje uz Veroniku Haršu, o kojoj sam ponešto čuo, ali nikad nisam ranije slušao, autorska vokalna muzika, odlične kompozicije, sjajan vokal. A Jazz Festival 3 napja alatt összesen 9 zenekar lépett színpadra. A szervezők több műhelymunkát, előadást, valamint könyvbemutatót is tartottak az érdeklődőknek.